Koszorúzással indult az ünnepség. 1978. szeptemberében nyílt a Kőrösi Csama Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 40 éves évforduló alkalmából az iskola dolgozói ünnepi rendezvénysorozattal készültek a diákoknak. Az iskola aulájában táncok, versek és Gál Gábor igazgató köszöntő szavai nyitották meg az ünnepséget. Iskolánkban a mai nap ugye a megnyitó rendezvények után Böde Péter diákoknak szóló interaktív mese előadásait, illetve mesekönyvírásról szerzett tapasztalatait fogja megosztani. Ő egy költő is egyben, tehát versekkel is fog foglalkozni a gyerekekkel. Ez folyamatosan a mai nap, holnap és holnap után is rendezvény. Mint ahogy folyamatos rendezvény a Kőrösi Kupa is, a mai alkalommal röplabda, a holnapi nap pedig és a holnap utáni nap pedig kosárlabda mérkőzésekre kerül sor. Az iskolának eredendően az idegen nyelv és a természettudományos tárgyak oktatása volt az erőssége, de melléjük mostanra már felzárkózott a művészetoktatás is. A tanintézet két iskolából örökölt meg két tánctanszakot, a balettot és a néptáncot. A pedagógusok szerint a diákok lelkesedése a legfontosabb. Mert az épülete nagyon szép, fel lett újítva, és van sok program, például az Erdélybe utazási úgynevezett határtalanul program. A sportesemények mellett a héten iskolatörténeti kiállítás, határtalanul vetélkedő és karcolatok a nyírség szívéből bemutató projektfoglalkozás várja a diákokat. A legszínesebb program szombaton lesz, amikor egy rendhagyó diákönkormányzati napon vehetnek részt a tanulók.